gazdag, és tudszok a videós boltban. Ez a gyerek logokban nagyon ott van. Ha az élet megvető, feldobja a kedved, nézzél be a naszhoz, már ez legyen a terve. Na sziasztok mindenki, már egy érdekes videót hoztam el nektek. Főzni fogunk, képzeljétek el, volt már ilyen videó a csatornán, de hát azóta se főztem, és fogalmam sincs arról, hogy hogy kell ezt az egészet csinálni. Egy egyszerűbbet néztem ki, de semmi nem az, aminek látszik. Ilyen tarhonyás cuccot fogunk csinálni, kell hozzá tarhonya, ugye elmaradhatatlan kellék, kell hozzá krumpli, hagyma, meg virsli, de azt olvastam, hogy lehet egy kis kóbaszt is beletenni. Kóbaszt is lehet beletenni, meg kell hozzá ilyen só, meg piros paprika, meg olaj, úgyhogy nem egy bonyolult dolog, de nézzétek el nekem a bénázásaimat, mert fogalmam sincs, hogy kell csinálni, csak elolvastam, aztán abból lesz valami. Mondjuk veszélyes, mert a családom bízik bennem, és ők is ebből fognak enni. Úgyhogy nézzétek meg, remélem, hogy jó lesz. Először megcsináljuk az előkészületeket, utána meg mehet minden egyszerre bele. Hát jó, nem egyszerre, mert valahogy mondják, hogy ezt azután. Na mindegy, megoldja a nasdanika. Először olajat kell betenni majd abba a cuccba, majd mutatom, és utána a hagymát üvegesre kell pirítani. Hát üvegesre, hát hihetetlen. Remélem, hogy nem fogunk sírni, állítólag egyet írtak, hát nem nagyon tudok hagymát pucolni. Mondjuk szakács barátomnál már csináltam ilyet, de igazából nem nagyon tanultam meg. Na, hát mi a here? Mi a here? Nem jössz le te? Na, hát lejön ez szépen. Nem nagyon tudtam hagymát pucolni, úgyhogy csajok, nézzétek el ezt nekem, jó? Na, hát... Én nem tudom olyan szépen, hát a szakácsok hogy csinálják? Mi a here? Hát Danika. Hú, de ügyes, nem mész sehova, hagyma. Nem mész sehova, hagyma. Szétvágom mindenhonnan. Hát így lesz az igazi, hát hihetetlen vagy, Dani. A hagymás zsíros kenyére egyetek, gyerekek, nagyon finom. Hogyha nem akartok főzni, akkor hagymás zsíros kenyeret kell lenni. Bele darabolunk nem tudom hány virslit. Mennyit daraboljunk bele? Hát egy 5 darab elég, egy 5 darab elég lesz. Általában lehet bele kóbász is tenni, azt írták, hogy aki jobban szereti, ha sok hús van benne, akkor lehet bele tenni mindent, amit csak szeretne. Ha szeretnétek még ilyen főzős videót, akkor már most nyomjatok egy lájkot, és remélem, hogy sikerülni fog, mert nagyon bízok magamba. Nagyon bízok magamba. Jó, ha az ember új dolgokat próbál ki. Ráadásul még tudok nektek is videózni. Na, nézzük! Fővárjuk így! Ász, te rohadt! Ász, tehát vágom egyből az egi. Nem bírni velem. Nem bírni velem! Hát gyereke! Hú, itt egy kicsit az utolsó, egy kicsit már ferde, de nem baj. Nem baj, nem bírni. Hát lehet, hogy sokat teszünk bele, de nem baj. Így lesz a jó. Tele lesz virslivel. Ezt a de szépen néz ki! Ne, igen, nem vagyok magam már elégedve. Lehet, hogy kicsit sok lett a virsli. Nem baj, így lesz a jó. Ilyen lesz. Következő egy kicsit nagyobb kihívás lesz számomra. Szerintem nincs krumpli pucolom, úgyhogy nem egészen fog jól sikerülni ez a krumpli pucolás. Nem baj, megpróbáljuk. Mi a hered? Ezt majd utána meg is kell mosni, gyerekek. Még főkockázzuk, vagy előtte mossuk meg? Nem tudom, hogy kell igazából. Mindegy, megmossuk valahogy. Ne csipogja itt az ablak alatt, mert videó. Na, ezt a malárnak mondtam. Fő kell kockázni, akkor most mit csinálok? Így is lehet. Nem érzik, nem érezzi, elvágtam az ujjam. Gyerekek, készen vagyunk az előkészületekkel, most kell beolajozni a cuccot, rátenni a hagymát. Utána a tarhonyát addig, amíg el nem lepi a víz, azt hiszem, mert meg fogja szívni magát, mint az állat, és utána beletesszük a virslit, meg a krumplit. Remélhetőleg jó, nem sokat teszek bele. Most alá kell gyújtani, csak nem robbanunk föl. Bízzunk benne, hogy nem robbanunk fel. Jaj, mama! Alá gyújtottunk, gyere! Ezt nem láttátok. Tovább kell tartani. Na mi a here? Ú, de jó! Na jaj, a fákkanál! A fákkanál! Fákkanál nélkül nem jó! Üvegesre kell a hagymát! Gyerünk, hagyma! Állítólag ez az egész folyamat összesen
60 percet vesz igénybe. Hát ez igen, Dani. Eljutottunk a hagymáig. 2 kanál piros paprika kell bele. Beletesszük. Lehet, hogy rosszul csinálom. Nem baj, majd teszünk még bele, ha rossz. Ez elég rosszul néz ki. Úgyhogy beletesszük a vizet meg a tarhonyát. Lehet bele a tarhonya. És annyi vizet kell beletenni, hogy ellepje. Mehet bele a víz. Oké. Hát ez pont ellepte, majd ha megdagad, akkor kell még bele. Kevergetjük szépen, óvatosan. Nem sokára, egy 10 perc múlva a krumpli mehet bele, meg a virsli. Krumplit már most beletesszük, hogy biztos, hogy följön meg. Beletettük a krumplit. Eddig így néz ki, gyerekek. Hát nem egy jó, még nem olyan jó, de ne féljetek, jó lesz, nagyon jó lesz. Kezd sűrűsödni, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy lehet, hogy lassan mehet bele a virsli. Mehet bele virslikém. Jaj, hát lesz mit takarítani itt utána. Beletettük az utolsó hozzávalókat. Ja, elfelejtettük gyerekek delikátozni, meg sózni. Valakinek van még hasonló sótartója? Nem szabad elsózni, mert azt hiszik még a végén, hogy szerelmesek vagyunk. Most egyelőre így néz ki a dolog. Meg kell kóstolni, megnézzük, mennyire puhult meg a tarhonya. Na, hát még nagyon semennyire. És kell bele még jó sok ízesítés. Tettünk hozzá delikátot is, kezd szépen jó lenni a dolog. Gyere arrébb. Jaj, meggyulladt! Hát gyerekek, szerintem nem olyan rossz, mint amilyennek kinéz. Lehet, hogy a krumplinak kellett volna még egy kicsi, de legközelebb jobban fogjuk csinálni. A virsli és a tarhonya tökéletes. Nem azt mondom, hogy fantasztikus íze van, de egyszer meg lehet enni, remélem azért ti is megkóstolnátok. Na hát én ezt most meg fogom enni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha szeretnétek folytatást, akkor is lájkoljátok a videót, meg esetleg recept, ilyen könnyebb recepteket is leírhattok nekem kommentbe. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy a családomnak ízlelni fog. Köszönöm szépen, sziasztok!